Az Oroszország elleni szankciók megszigorításáról és Ukrajna biztonsági helyzetének megromlásáról tárgyalnak ma délután az Európai Unió külügyminiszterei Brüsszelben. A rendkívüli ülést a kedden a kelet-ukrajnai Mariupolban történt rakétatámadás és annak civil áldozatai miatt hívták össze. Az Európai Tanács további büntetéssel sújtaná Moszkvát, amiért az katonai és anyagi támogatást nyújt a szerintük 30 ember halálát okozó orosz barát aktivistáknak. Várhatóan az új görög külügyminiszter Nikos Kocsiasz is felszólal majd. A görög választásokon győzedelmeskedő radikális baloldali koalíció, a Syriza, eddig rendszeresen az Oroszországot bíráló határozatok ellen szavazott, valamint az Ukrajna és az Európai Unió közötti stabilizációs és társulási megállapodás aláírását is ellenezte. Konszenzus hiányában a miniszterek ma nem hoznak döntést a szankciók bevezetéséről, hanem átengedik azt az EU államfőknek és kormányfőknek, akik február derekán üléseznek Brüsszelben. A mai tárgyaláson beszélnek arról a 132 orosz és ukrán tisztségviselőről és 85 vállalatról, amelyeknek belépési tilalmuk van az Unióba és az európai piacra. Ezt a listát tovább bővítenék, az ellenük irányuló intézkedéseket pedig fokoznák. A külügyminiszterek valószínűleg nem tiltják ki Oroszországot a bankműveletek nemzetközi rendszeréből, mert az az Európai Uniót is nagyban károsítaná. Ha ez mégis megtörténne, Moszkva viszonozna az intézkedéseket, amelyek nem csak a gazdaságra hatnának ki, figyelmeztetett Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő.